Köszöntöm nézőinket! Önök az Ablak című magazin műsorunkat látják. Az elmúlt héten az iskolások a nemzeti ünnepre készülöttek. A 4. T-osztályban és a másodikosoknál jártunk. A gyerekek örömmel mutatták meg, hogy mit tudnak március 15-éről. Ezután pedig benéztünk a Rámi Színkör próbájára is. Ez az összeállításunk következik most. Március 15-e. Ünnep, amelyre az általános iskolában a különböző korosztályok mind készülnek. Kiméred a másfél centit, tehát 1,5 centit. A 4. T-osztályosok különleges nemzeti színű virágot állítottak össze Pintérné Németh Bernadett pedagógus vezetésével. Ilyen magyar zászló színeiből összeállított virág. És mi lesz a különlegessége? Petőfi Sándor arcképe lesz a közepén. És hogyan készül, el tudod mondani? Először is ilyen 1,5 cm-es csíkokat vágunk, és azokat kivágjuk, és így összehajtjuk őket. És abból lesznek a virág szírmai, amiket összeragasztunk. Talpra magyar, híjon haza. Míg jártak kezük, készültek a virágok, 48-as dalok szóltak és beszélgettek az ünnepről. Tudják már, hogy mit jelképeznek a nemzeti zászló színei. A piros az erőt, a fehér a hűséget és a zöld a reményt. És milyen ünnepre készülünk most? Március 15-ére, ami 1848-ban volt. Amikor összeragasztották a csíkokat, a közepére Petőfi Sándor arcképe került. A költőről sokat tanultak az elmúlt hetekben. Petőfi Sándor az a márciusi ifjak egyike volt Vasvári Pállal és Jókai Mórral, és ők költötte a nemzeti dalt. És íme az elkészült nemzeti színű virágcsokor. Akinek lépett szerve, nem kap lépett testére, pedig a régen nagyon jobb, valónának az való. A másodikosok közös kis koreográfiával készültek, a nemzeti dalt szavalták. Tartra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, választhatok, a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldön nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ezután benéztünk a Rámi Színkör próbájára is. Idén ők adják elő az ünnepi műsort. Először iskolatársaiknak, majd a gimnazisták előtt, végül pedig március 15-én a városi ünnepségen. Lelkesen és fegyelmezetten gyakorolnak még az utolsó próbán is. Látványos, sokmozgásos, hatásos műsorra készülnek. Elsősorban az, hogy több korosztálynak kell, tehát alsó tagozattól egészen a felnőttekig. Azt szeretném, hogy egy látványos legyen, ne az a megszokott irodalmi műsor, hogy vers-vers hátán, hogy élvezzék mind a legkisebbek, mind a legnagyobbak, és igazából az, hogy a nemzeti jelképeink megjelenjenek, akár a kokárda, akár a nemzeti zászló, nemzeti lobogó, és a gyerekek ezt élvezve csinálják, és a közönség is élvezve, természetesen a közönség nekem a legfontosabb. A 8-osoknak már érett elképzelésük van hazaszeretetről, összetartozásról. A magyarok összetartását nagyon fontosnak tartom, és 48 egy olyan ünnep valóban, amit a magyarok összetartását jellemzi. És nagyon örülünk, hogy ezt mi a színpadon meg is mutathatjuk, hogy mi hogyan dolgozunk együtt. A leglátványosabb részt többször is elpróbálják, Itt lesz majd a legtöbb szereplő a színpadon. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen amikor az erdélyiek bevonulnak, mivel hogy akkor, akkor lesz szinte a legtöbb gyerek ugye a színpadon, és az úgy nagyon szépen néz ki, hogy közben ott ugye táncok mennek. Ezek után nézzük, mi történt március 15-én a városi ünnepségen. Március 15-én az ünnepélyes zászlófelvonásra a hagyományoknak megfelelően a Kisfaludy Emlékház előtti téren került sor. Közreműködtek a Radetzky huszárok, valamint elhangzott egy vers és a nemzeti dal megzenésített változata. Szabad a magyar nép, fejét föltarthatja, kénye kedve szerint mozgatja, s mely előbb, mint bilincs őtet szorította, a vasat, mint kardot ő szorítja mostan. Szabad a magyar nép, lejárt napod német, nem táncoltatod többé te ezt a népet. Spióca módjára nem szívod a vérét, megfizette Isten gonoszságod bérét. Talpra magyar, híj a haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk, mostanáig kárhozottak, ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ezután a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban folytatódott az ünneplés. Köszöntött Vég László polgármester mondott. Kötelességünk megemlékezni 48 hőseiről. Arról a nagy nemzedékről, amely be tudta teljesíteni küldetését. És jó 100 évnyivel előre vitte Magyarország fejlődését. A legfőbb örökség, amit kaptunk tőlük, elődeinktől, a nemzettel való együttélés, az annak gondjaiból való részesedés parancsa. Ők akkor nem tudták, hogy történelmet csinálnak, csak tették a dolgukat, legjobb meggyőződésük szerint. Többé-kevésbé ismerjük a tényeket, a forradalom és a szabadságharc sümegi eseményeit is. A nagy változásokat, amelyek egy egész világot forgattak ki sarkaiból. A sorsfordító hónapokat, amikor minden egyes ember élete is megváltozott. Feljegyezték például, hogy áprilisban Csabrendek falu lakói nyilatkozatban köszönték meg a jobbágy felszabadítást, a nemesség nagy lelkűségét. Az immár szabad polgárok összeszövetkeztek, hogy a személy és vagyonbiztonságot garantálni tudják. Május 27-én választották meg Sümegen a nemzetőrség parancsnokait, köztük Kisfaludy Móricot. Itt születtek, itt éltek a hősök, ugyanezek között, a történelmi falak között. Jött a horvát támadás, és veszélybe került a frissen kivívott szabadság. És amikor hívták őket, földművesek és földbirtokosok, iparosok és kereskedők félbehagyták az ügyeiket, ott hagyták a civil foglalkozásukat, a síró anyákat, feleségeket és kedveseket azért, hogy fegyvert ragadjanak az új, egyenlő jogokat és lehetőségeket ígérő nemzeti közösség védelmében. Az önkéntesek egyik befogadó pontja Sümeg lett. És hamarosan elindult a fehérvári táborba 1200 ember. Akkor nem volt vita a jelképekről. A kokárda nem csíkos volt és nem kockás, hanem piros, fehér és zöld. Akkor nem számítottak sem a társadalmi, sem a vallási különbségek. A pápai Löw Lipót rabbi tábori lelkészként teljesített szolgálatot a szabadságharcban, és 48. júliusában ő buzdította ekként a megyei nemzetőröket. Lelkes hazafiak, az emberi méltóságot, a polgári szabadságot, a nemzeti önállóságot nagyobbra becsülik a nyugalomnál, a kényelemnél, az élvezetnél. Elvük, a hazának szava, az Istennek szava. Mi nem ingadozunk, mint a nád, hanem határozottan készek vagyunk minden áldozatra, hogy drága hazánk épségét védjük, kivívott szabadságunkat oltalmazzuk, szeretett gyermekeink jövő boldogságának biztos alapot adjunk. Ezt mondta Löw Lipót rabbi, és ez az üzenet ma is érvényes. Nem kisebb a feladat, ma sem. Kedves barátaim, a legrészletesebben a sümegi hősök közül Kisfaludy Móric élettörténetét ismerjük, akiben újra testet öltött a történelmi család rebellis vére és lázadó szelleme. Tudjuk, hogy ő győri tanulmányai után katonai pályára lépett, és egy bécsi huszárezredben szolgált. 30 éves korában leszerelt, 1844-ben Kisfaludy Sándor halála évében, és ekkor Sümegre költözött. 1848-ban először a sümegi, később a Zalavár-megyei nemzetőr zászlóalj parancsnoka lett. A megyei nemzetőr zászlóalj élén részt vett a Jelasics elleni harcokban. Novembertől őrnagyként az 56. zászlóalj parancsnoka lett. 1849. májustól dandárnok a második hadtestben, harcolt Budaostrománál, a Tisza és a Vág menti hadjáratban. 1849. júliusától Kossuth szárnysegéde. A szabadságharc leverésekor ezredes, dandárparancsnok. A bukás után Zalagyömörön húzta meg magát, ott fogták el. Aradon előbb halálra, majd 16 évi várfogságra ítélték. Szabadulásakor visszatért Sümegre, ahol visszavonultan élt haláláig. Vessünk egy pillantást egy kevésbé regényes sorsra is. A 23 éves sümegi születésű Tersánszky Lajos 1848. júliusától tizedes, majd őrmester, végül novembertől hadnagy lett a 7. honvéd zászlóaljban. 1849. február elején Lipótvár feladásakor fogságba esett, melyből októberben Königgrätzből szabadult. A kiegyezés idején ügyvédként dolgozott Keszthelyen, 1899-ben ott is halt meg. Végig a Zalamegyei Honvéd Egylet tagja volt. Soha nem tagadta meg a szabadságharc emlékét. Ne feledkezzünk meg az egyszerű közkatonákról, akik a vállukon hordozták a nemzetügyét. Sokak neve fennmaradt közülük is. Ezért említsük most meg Balog Ignác, 20 éves deákét a 7. honvéd zászlóaljtól, Bele József, Bodor Antal, Bogdán Ferenc, Borsi János földműves közvitézekét, az 56. zászlóaljtól Csiszár József tizedesét, Fábián László írnokét, és még sorolhatnánk tovább. Őrizzük meg az emléküket, mert az ő közös akaratukból állt össze a nemzet jövője. A mi jelenünk és jövőnk. Tisztelt megemlékezők! Többen beszámolnak arról, hogy 1848-49-ben kinyílt a világ. Európa egyszerre közel lett. Ma is ilyen időket élünk. A kultúrák is harcban állnak. A keresztény világ, a mi világunk védekezésre kényszerül. Egy konok és eltökélt ellenféllel szemben. Összefogásra, nemzeti egységre most nagyobb szükség van, mint valaha. Mert ma egész európai kultúránk és életformánk támadás alatt áll. Meg kell védenünk, ha fenn akarunk maradni, mint nemzet, politikai és kulturális közösség. A létünk alapjait éri és érheti és éri is nap mint nap támadás. A legfőbb értékeinket kérdőjelezik meg, a hitünket, a szabadságunkat és a hazánkat. Nem szabad tovább tűrnünk ezt. Európa túlnyomó többsége ma is valamilyen módon azonosul a kereszténységgel, akár gyakorló hívőként, akár csak kulturális hovatartozásként. Kiderült, a kereszténység olyan közös eleme az európai népek kultúrájának, amely lehetővé teszi, hogy minden nép megtartsa saját azonosságát, és az azonos értékek mentén közös cselekvésre is képessé teszi őket. Hiszünk abban, hogy ilyen cselekvés lehetséges. A keresztény örökség az európai értékek forrása. Idézzük őket az emlékezetünkbe. II. János Pál pápa egy üzenetében tételesen is felsorolta őket. Az emberi élet szentsége, a személy méltósága, a házasságon alapuló család központi szerepe, az oktatás jelentősége, a gondolat és a szólásszabadság, a saját meggyőződés és a vallás gyakorlásának szabadsága, az egyének és a csoportok törvényi védelme, mindenki együttműködése a közjó érdekében, a munka, mint személyes és társadalmi jó, és végül a politikai hatalom, mint szolgálat. Meg kell védelmeznünk ezeket az értékeket minden áron. Ez az új szabadságharc ideje, hogy mindenki megtegye, amit tud. Úgy, mint 168 évvel ezelőtt, mert mi nem engedünk a 48-ból. Kedves barátaim, 1848. december végén egy honvéd csapat vonult át Sümegen, parancsnoka a következő leírást adta a vidékről. Csinos és régi időkből is nevezetes Sümeg városa, melynek keleti részén teljesen kopár sziklaháton áll a nagy és még meglehetős ép Sümegvára. Aljában a veszprémi püspökségnek szép kastélyával és a tűzkeblűs lánglelkű Kisfaludynknak, a jeles magyar költőnek csekély házacskájával. A várba felvágott szikla vezetett fel a régi időben, most azonban már elromlott ezen feljárás, s gyalog a nyugati oldalon mentünk fel. A várba felérve Magyarhon egyik legszebb vidéke ötlött szemünkbe. Északra messze terülő síkság vonult el egész a láthatárig, keletről és délről sűrű rengeteg erdők s magasló bércek ékesítik a környéket, míg nyugatra a stájerhavasok csúcsai fénylenek a lenyugvó nap aranysugaraitól. Délről a hegyek csekély nyílásánál a tündöklő Balaton sima víztükre ragyog fel a hegy háta megett, gyönyörű ellentétet képezve az ordon bércek erdős bokros csúcsaival. A hegy aljában fekszik a kisváros, kerítve egyrészről a vár régi bástyáival. A várostól délkeletre fekszik egy csekély dombocska, borítva a holtak örök házaival, zöldülő s virágillatozó sírhalmaival. Ez a mi földünk ma is. Itt akarunk élni a magunk módján és szokásaink szerint, és azt akarjuk, hogy unokáink is itt éljenek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Az ünnepi köszöntő után színpadra lépett az általános iskola Rámi Színköre. A diákok Bokkon Gyulár pedagógus rendezésében adták elő a Föltámadott a tenger című előadásukat. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. S mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe, s derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáit ma a szívünkbe szórja. Ó, akkor egykor ifjú Jókai, s lángoló Petőfi szava zengett, kokárda lengett és zászló lobogott, a költő kérdett, s felelt a nemzet. Ma nem törd el bilincset, s börtönajtót lelkes tömeg, de munkadal a harsog, szépség, igazság lassan megy előre, egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. De azért lelkünk húsan visszanéz, s emlékezve mámoros lesz tőled. Tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely fölráztad a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját az égre hoztad, mely új remények ibolyáját fontad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fény, új dal, új virágot. 1848. februárjában Párizsban 100 000 ember kelt fel a gyűlölt király Lajos Fülöp 100 000 katonája ellen. Kitört a párizsi forradalom. Kicsivel később Bécsben is kigyúradt a forradalom lángja. Követi Berlin, a délvidék. Egész Európa forró, de mit teszek közben a magyar nemzet? Dicsőséges nagyurak! Hát hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok. Új divatú nyakra való készül most számotokra, nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába! Rimánkodott a szegénynél, siába. Állatoknak tartottátok a népet, hát most, mint állatfizet kinétek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s körmét fogát véretekkel festi meg. Hanem mégsem. Atyafiak, megálljunk. Legyünk jobbak, nemesebbek önálló. Isten után legszentebb a népneve, feleljünk meg becsülettel népiak. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek. Itt a kezünk, nyújtsátok tükezetet. Legyünk szemei mindnyáján egy láncnak. Szüksége van mindnyájunkra. A Pírházban összegyülekezett fiatalok felolvasták a 12 pontot és a nemzeti dalt. Az ifjúság kis csoportja először az orvoskar hallgatóihoz, velük politechnikum diákaihoz, majd a jogászathoz vonult. Megnövekedett tömeg közölik a közeli lánderet, tegnap nyomdákot, ahol megszületik a szabadságok első terméke. Kívánjuk! A helytartó tanács elfogadja az eléje terjesztett követeléseket. A cenzúra eltörlését. A nemzetőrség szervezését. Táncsics Mihály szabadlábra helyezését. Miután Táncsicsot kiszabadították, örömújongással vitték végig a városot, önmagukat fogva a kocsi elé. Még kér a nép. Most adjatok neki! Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép. Ha bölken is nem kér, de vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónőt elégetitek, de szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga a tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat el láng rajtatok, s a nép hajdan csak eledet kíván, mivel hogy akkor még állat vala, de az állatból végre ember lett, s emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, emberjogot a népnek, mert jogtalanság a legrútabb bélye. Isten teremtményét, s ki rásüti, Isten kezét el nem kerülheti. Jogot a népnek, az emberiség nagy szent nevében adjatok jogot, s a hon nevében egyszer s mind, amely eldől, ha nem nyer új védoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiédnek, töviseit a nép közé vetétek. Ide a rózsa néhány levelét, s vegyétek vissza a tövis felé. Még kér a nép. Most adjatok neki! Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép. Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónőt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga a tűz. Úgy vigyázzatok! Ismét pusztíthat-e láng rajtatok. Dicső ünnepe volt ez a nap a Ifjú Szabadságnak, Arany János szavait idézve. A mi forradalmunk Pesten március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe. Ezrek, meg ezrek csoportoztak össze Isten ege alá, ezrek, meg ezrek emelték égre kezéket, s egy szívvel szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskü szavait. Talpra magyar, hí a haza, itt az idő. Most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy látjátok ezt a táncot? Halljátok-e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulatani. Rengés üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorla megtörve, tépvelünk. Tombold ki te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medved, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyez vele az égre örök tanúságul, ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. Ahhoz, hogy az esti szavai valóra váljanak, a nemzet függetlenség kivívásához többre volt szükség. 5. Ferdinánd császár április 11-én jóváhagyta a Magyarországgyűlés követeléseit. És az idő eljött, bár nem hamar, de nem is későn még. Midőn a szent imádság meghallgatva lőn, midőn egy élet mind a két magyar. Ki eddig a porban hevertél, légy üdvözölve kebelünkön, Erdély. Ki eddig a porban hevertél, légy üdvözölve kebelünkön, Erdély. Ó, nemzetemnek drága szép testvére, simulj, simulj testvéred kebelére, amelyben a szív most oly édesen ver. Légy üdvözölve százszor, százezerszer. Ki eddig a porban hevertél, légy üdvözölve kebelünkön, Erdély. Ki eddig a porban hevertél, légy üdvözölve kebelünkön, Erdély. Szeptember 29-én Páfoz és Sukoró között a magyar sereg megállítja a támadó horvát sereget. 1849. április 6-án Görgei Isaszegné győzelmes alatt, majd az országgyűlés a debreceni nagytemplomba kimondja hazánk függetlenségét és a tromboltást. Májusban Görgei főseregbe veszi Budavárát. A földön is harag, az égen is harag, kifolyt piros vér és piros napsugarak. A lemenő nap olyvad bíborban ragyog. Előre katonák, előre magyarok! Komoly felhők közül bámul reánk a nap. Rettentő szuronyok, füstben csillámlanak. A sűrű lomha füst, sötéten gomolyog. Előre katonák, előre magyarok! Ropog, hosszan ropog csatárok fegyvere. Ágyuk bömbölnek, hogy reng a világ vele. De ég, de föld, talán most összeomlatok. Előre katonák, előre magyarok! Szilaj lelkesedés folyt bennem, mint tüzár. A vérszag és a füst megrészegíté már. Előre rontok én, ha élek, ha halok. Utánam katonák, utánam magyarok! A dicső tavaszi hadjárat csatáit követte a komáromi és a nagycsalói győzelem. A magyar szabadság fénye lobogott még akkor is, amikor Európa népei már letették a fegyvert. Európa csendes, újra csendes. Elzúgtak forradalmai. Szégyen reál, lecsendesült, és szabadságát nem vittak ki. Magára hagyták. Egymagára. A gyáva népét magyar. Láncsörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. De hát kétségbe kell leesnünk. Hát búsuljunk el miatt. ellenkezőleg ó pont, inkább ez legyen, ami lelket ad. Emeljesz föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amidőn a többi alszik, ég a sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen éjjel át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Tekint szabadság, ismerd meg mostan népedet, midőn más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell-e még több, hogy áldáson ne érdemetlen szálljon ránk, e hűtlen korban, mi utolsó, egyetlen híveid valánk. 5. Ferdinánd helyét a trónon a fiatal Ferenc József veszi át. Ferenc József császár, aki sem győzni nem tudott, sem békét kötni nem volt hajlandó, segítséget kért az uralkodótól, Mikszáth cártól. 1849. augusztus 13-án a magyar honvédek Világosnál letették a fegyvert. A forradalom napja mégis ünnep számunkra. Őrizzük és tiszteljük azok emlékét, akik mindennyet akartak. A költőkét, akik talpra szorították a nemzetet, a márciusi ifjakét és a honvédekét, akik életüknél fontosabbnak tartották a haza szabadságát. Nem felejtjük a 13 honvéd tábornok nevét, akik véletlenünként haltak meg Aradon 1849. október 6-án. Dessewffy Arisztid. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Kis Ernő. Felelős minisztériumot Budapesten. Lázár Vilmos. Évenkénti országgyűlést Pesten. Schweidel József. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Poeltenberg Ernő. Nemzeti őrsereg. Török Ignác. Közös teherviselés. Vachner György. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Knézics Károly. Esküdtszék. Képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti Bank. Gróf Leiningen-Westerburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el tőlünk. Aurich Lajos. A politikai státusfoglyok szabadon bocsáttassanak. Damjanich János. Unió Erdéllyel. Ruf Vécsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Szabadság. Egyenlőség, testvériség. Köszöntöm kedves nézőinket az 1848-as forradalom közvetlen előkészítésében, valamint a 15-i eseményekben részt vett 30 évnél fiatalabb személyek voltak az úgynevezett márciusi ifjak, akikről beszélgetünk, illetve az akkori kor irodalmáról és az azutáni korszakról. Praznovszky Mihály irodalomtörténésszel, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A bevezetőben ugye említettem a márciusi ifjakat. Kik is voltak ők valójában? Ők valóban az irodalomtörténet radikális forradalmi szellemi képviselői voltak? A bevezető azért jó, mert azt mondta ugye, hogy 30 év alatti fiatalok. Majdnem azt mondanám, hogy 25 év alatti, vagy 20 év alatti, amit ma csodálkozva hallgatunk, de ha vele gondolunk, Jókai 22 évesen már egy országos lapnak a főszerkesztője, és még alig van irodalmi életmű mögöttére, életmű hátra kezdett. Tehát egy kicsit elcsodálkozhatunk azon, hogy ezek a srácok, hölgy nem volt közöttük még, ezek a srácok valóban 20 évesen kapták meg azt a lehetőséget, hogy a történelem kialakította helyzetben valóban szerephez juthassanak, és mindegyikük megfelelt ennek a szerepnek. Hogy szép írók voltak-e, zömében költők természetesen, mindannyian, szóval ez egy nagyon érdekes laza barátság, akár a Tízek társaságáról beszélünk, ugye, akik az első magyar irodalmi sztrájkot hirdetik meg, mert elhatározták, hogy saját lapot alapítanak, és nem hajlandók kiszolgáltatni magukat a kiadók önkényének, azaz a kiadók rajtuk gazdagodnak, meg milyen ismerős a történet, ugye, őnekik alig van egy pár forintnyi bevételük. Tehát ezek a fiatalok azok, akik a szellem erejével jelennek meg, nagyon széles, ellentétes társadalmi jogállásból jönnek, legtöbbjük vagy nem nemesi származású, vagy honorácior, tehát nem nemesi származású értelmiségi családból, vagy pedig a nemességnek egy olyan szegényebb rétegéből, ahol a felemelkedésnek akkor egy lehetősége volt a tudomány, az egyetem, a tudás megszerzése. Valamennyien rendkívül műveltek, valamennyien több nyelven beszélnek. Mindenki valamelyik nyelvhez pártol, van, aki angolos, van, aki németes, franciás, ugye, mondom sem kell, hogy Petőfi, akinek a szobája ki volt tapétázva a francia forradalom nagy vezetőinek az arcképével. Tehát egy remek társaság. Nem mondom, hogy mindegyik kitűnő író volt, vagy kitűnő költő volt, sőt, a történelem más szerepre vitte őket, és 48-49 után is már aki életben maradt, vagy aki hazatérhetett épségben a számüzetésből, vagy a kényszerbesorozásból, mert azért mindegyik megszenvedte a maga pokoljárását a bukás után, de amíg lehetett, mind becsülettel kitartott, és itt most nem számított az irodalmi tehetség, mert Lisznyai Kálmán nagyon vékonyka kis tehetség volt. Vajda János még csak most kezd majd kialakulni, ugye sehol nincsen kiemlékszik, Kuti Lajos nevére például, vagy Pálffy Albert, ők akkor divatosak voltak, az ő beszéjeik, novelláik, verseik jelentek meg akkor irodalmi lapjaiban, vagy politikai lapjaiban, de ez akkor még minden formálódott, nem csak a magyar polgári világ, a magyar köztársaság, a magyar demokrácia, hanem a magyar irodalom is. Tehát létre kellett jönni majd ennek az erős alapnak, amin egyszer csak kinyílik Petőfi, egyszer csak kinyílik Jókai, és aztán jönnek a többiek, Arany János, tehát csak a három nagy zsenit említsem, de említetném Tompa Mihálytól kezdve olyan kevésbé ismerteket, mint Bérczy Károly, akiből lesz az Anyegén fordítója, vagy Kerényi Frigyes, aki német nyelvű fiatalemberből lesz a magyar költészetnek, akkor egy fontos személyisége. Tehát valóban márciusi ifjak, valóban egy laza szövetséget alkottak, nem volt alapszabályuk, nem volt egyesületük, nem kellett hozzá bíróságbejegyzése, nem pályáztak semmire, egy dologra pályáztak, még csak halhatatlanságra sem pályáztak. Egyedül azt mérték fel, azt élték át, hogy a történelemnek ennek a pillanatában rájuk szükség van, és most, bár nagy szót fogok mondani, a hazáért hozott áldozatot meg kell tenniük, és ebben nem tudták még, de érezték, hogy akár még az életük feláldozása is benne van, miként történik ez majd Vasvárival. Hogy kell elképzelni a nemzeti dalnak a születését? Hát bizonyára semmi esetre sem úgy, hogy Petőfi otthon a kis lakásában a felesége hímezi a kokárdát, és akkor azt mondja, hogy Sándor, jó, kéne írni valami jó kis nemzeti dalt, azt mondja, hogy már itt van március 15-e, ez pont aktuális, nem. A dal az már előbb készül. Vannak anekdóták a megszületésről, amely szerint valaki, Petőfi nem szerette megmutatni a kéziratait, valamelyik sorstárs, hogy belenézett 2-3 nappal előtte, mert úgy kezdődött, hogy rajta magyar. És akkor hát akkor nem neki, a talprában? Igen, mondta neki, hogy te Sándor, azt mondja, előbb talpra kell állítani ezt a nemzetet, aztán mondhatjuk, hogy rajta. Ne beszélj bele, mondja Petőfi, és félrerántja a kéziratot, de azért kijavítja ezt. És lett tisztázatban már így szerepel ez a vers, tehát Petőfi egyébként is rendkívül gyorsan dolgozott és gondolkozott. És ráadásul ugye az ő gondolatvilága ekkoriban már csak egy szó körül zajlott, vagy forgott, ez pedig a szabadság volt. Tehát amikor ő bármit elkezdett ekkor írni a szerelemről, a borról, a nőről, bármiről, a végén az volt, hogy szeretlek szabadság, szeretlek hazám, és kész vagyok érted mindenre. Hihetetlen dolog volt, neki mindenről a szabadság jutott eszébe, értelemszerűen tehát ezt a verset. Azért gondolunk bele, hogy Petőfi a március 15 előtt néhány nappal még itt jár Veszprém megyében, egész pontosan eljött megkeresni a Várpalotán dolgozó mészáros legény öccsét, Istvánt, aki ekkor viszont már meggyógyult, és kitették őt, ha jól emlékszem, Ajkára, a mészárszékbe, és Petőfi odament, és Veszprémben alszanak meg, és itt éri őt a francia forradalom híre, és ekkor rohan föl, szerintem már ekkor készen van a vers, mert érezte mindenki, Pozsonyban, az országgyűlésben, Kossuth körüli események, az ellenzéki körben meglévő társadalmi viták, hiszen az ellenzéki körben formálják ki a 12 pontot, amit dühöngenek is a fiatalok, mert elveszik előlük. Milyen dolog ez? Hát ez az ő feladatuk, ne pedig így ilyen kicsit óvatosabb, idősebb generáció, okosabb generáció, mondják ők, ugye, magukról, Klauzal Gáborék és a többiek, ne szóljanak bele a forradalomnak, fiataloknak kell megvédeni. Ha idősek beleszólnak a forradalomból, mindig csak baj van. Tehát ez mindig is így működött. Tehát a nemzeti dal már úgy formálódik napokkal előtt, szerintem lehet, hogy a postakocsin írta a menet közben, hiszen Petőfi minden helyzetben tudott verset írni, és tisztán benne volt a fejében, és látjuk is a piszkozatokból, vagy a tisztázatokból, hogy szinte nem javít. A zseni, ez megmagyarázhatatlan. Tehát így volt a 12 pontot, pedig annyira benne volt már az országgyűlési vitákban, Kossuth előterjesztéseiben, a belső szakmai vitákban, hogy egyszerűen csak le kellett írni, tisztázni. Az se volt teljesen 12, volt benne olyan is, hogy még bele kell írni, hogy a papok javait is elvesszük, államosítjuk, mire azt mondta Jókai, na hát akkor aztán dobhatjuk az egészet a csodába, mert senki nem fog mögénk állni. Tehát ennél is észnék kellett lenni, mi az a sajtószabadságról szóló cikkei is voltak viták. Tehát ezek nem úgy alakulnak ki, hogy mi ketten itt beszélgetünk, és előttünk a papír is írjuk, hanem jól össze is vesztek, vitatkoztak is. Amikor beleszóltak az idősek, akkor a dadogó Sükei Károly megszólalt, hogy nem kell itt, de most okos ember, tehát nem, most lendület kell, lázadás kell, lelkesedés kell, amely néha ugye oktalanságokhoz is vezet, de a végén csak összeáll valamit, úgy hívnak, hogy magyar szabadság. A rohanó mostani világban, amikor szinte a gyerekek felnőttek, mi is az internet világában élünk, mit jelenthet az 1848-49-es szabadságharc és forradalom az emberekre tekintve, illetve a mai irodalomra nézve? Egyáltalán méltó módon megünnepeljük az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot? Hát Mikszáth írta valahol, hogy valamikor mindig megtartunk egy ünnepet, emlékezünk a 48-49 hőseire, és utána el is felejtjük másnapra. Meg azt mondja, hogy az eleink megvívták a forradalmat, mi beszélünk róla, és jól megélünk belőle. Aztán írja, hogy már a forradalomból nem maradt más, csak a márciusi sör. Biztos volt akkor ilyen nevezetű sör a 1880-as, 90-es években. Tehát Mikszáth meglehetősen kiábrándultan fogadja a kora és 48 viszonyát, pedig akkor még értek az emberek, meg politikailag fontos szerepet játszottak, tehát kivétel nélkül ez a nemzedék utolsó része, a Tisza Kálmánék, az Andrássy Gyuláék, a többiek még 49-ben ott vannak, Deák is éppen akkor hal meg ez időtájban, tehát ez a nagy nemzedék még ott van, és mégis Mikszáth a maga cinikus módján már kiábrándult, hogy 48 az már nem más csak jelszó, lózung lett, amelyet politikai pártok a zászlajukra tűznek, és fennen lobogtatva, és egészen más csinálva politizálnak. Nos, ez a helyzet most is így van, de általában gond van az ünnepekkel. Az ünnepek egy napig tartanak. Nem lehet egész évben kokárdát viselni. Azt szoktam mondani, az igazi kokárdát az ember a szívében hordja, itt most az érzelmekre gondoltam. Azért, mert én most március 15-én felvonulok díszmagyarba öltözve, és másnap levetem, és utána ugyanúgy káromkodva beszélek, és szidom a hazámat, meg a politikáját, meg a jövőjét, attól még 48 nem élő, hanem torzul. Tehát valójában 48 egyrefelől érzelem, amit nem lehet fenen hirdetni. Azt szerint kell élni. Bennünk kell, hogy legyen. Nem tananyag. Olvasni kell hozzá szép irodalmat, meg kell nézni filmeket, képeket, fantasztikus képeskönyvek jelennek meg. Nem kell minden részletéről tudni. Ennek a lelki élményét le kell átélni, és az, hogy megszületett egy polgári demokrácia Magyarországon, ennek következtében, azt pedig ma már természetes dolognak kell tartani, és ennek megfelelően kell viselkedni, dolgozni. Már úgy beszélek, mint egy politikus. Tehát úgy kell élnünk, mintha mi is márciusi ifjak lennénk, úgy kell élnünk, hogy az életünkkel, az iskoláinkkal, a tanulmányainkkal, a munkavégzésünkkel minden nap márciusi ifjú lennénk. És ez egyszerűen egyfajta lelki állapot. Magyarságbeli állapot, magyar történelem való azonosulás, a nemzeti feladatokkal való azonosulás és büszkeség. Szóval lehet, hogy ez is egy lózung jelszó, de büszkének kell lenni, mert amit itt felsoroltam eddig, neveket, írókat, alkotókat, fiatalokat, történelmet, hát ez fantasztikus történet, és az, hogy én magyar vagyok, ez még fantasztikusabb. Így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést.